A Debrecen elleni vereséget követően menesztették a lombard pápa kispadjáról Bene Ferencet. A Kaposvár elleni hétvégi hazai találkozóra a csapatot Kovács László készítette fel. Az együtteshez közben két játékost is sikerült igazolni. A mieink szombaton első győzelmükre készültek. Bene Ferenccel együtt Herédi Attila is távozott a lombard kispadjáról. Helyét ideiglenesen Kovács László kapus edző vette át. Két dolog van tulajdonképpen. Az első, ami szembetűnő volt, hogy az első 5 mérkőzésen a csapat nem tudott nyerni, és mindössze csak 2 pontot szerzett, de alapvetően nem ez döntött a tulajdonos úrnál, hanem úgy tűnt számára, hogy az a tendencia, ami a csapat szerkezetében és a csapat játékában kezd kialakulni, hogy alapvetően egy védekező típusú csapatot épített Bene Ferenc, és a hazai mérkőzéseken is ez dominált, tehát nem is tudtuk megnyerni a 2 hazai mérkőzésünket, egyiket se, hiszen döntetlen és vereség volt, hogy ezt a folyamatot kell megállítani, mert később késő lesz. Mit lehet tudni az új vezetőedző kilétéről? Ki kell állni a tárgyalásokban, ugye rengeteg pletyka kering ezzel kapcsolatban, van-e már valami konkrétum? Hát mivel rendkívül sok prolicenszes edző van Magyarországon, ezért minden ismerős, barát és sajtóorgánum valaki kedvencét megnevezi, hogy biztos a jelöltek között van. Nem tudok neveket mondani, nem is szeretnék. Általában mi azért nem szoktunk előre bejelenteni, hogy tárgyalunk 6 játékossal, vagy tárgyalunk 6 edzővel, és azok közül választjuk ki. De nem is tudnék mondani, a tulajdonos úr saját privilégiuma, ő Budapesten él, ott tárgyal a lehetséges jelöltekkel. Azt látni kell, hogy ő általában fiatalokba gondolkodik, várhatóan most is ezen az úton próbál edzőt hozni a csapathoz. Én bízom benne, hogy talán holnap hoz magával valakit, mert szeretné a csapat is, meg azt is beszéltük, hogy a jövő héten jó lenne, hogyha az új edző irányítaná az edzéseket. Ugye nem sokára itt a Kaposvár elleni mérkőzés, az azt jelenti, hogy akkor még Kovács László állítja össze a csapatot, és ő ül a kispadon majd? Igen, maximálisan megbízik a tulajdonos úr, meg hát mi is mindannyian a Laci bácsiban. Ő többször már játszott ezt a beugró szerepét, van, amikor több mérkőzésre is, most természetesen erről az egy meccsről van szó. Nyugodt szívvel mondta, hogy ha nem sikerül ezen a héten edzőt találnia, akkor is nyugodt lesz, hiszen a csapattal régóta együtt van Kovács László, tisztelik a játékosok, elfogadják, tehát ezt az egy mérkőzést meg kell tudni oldani, mert nyilván szeretnénk nagyon megoldani, hiszen hazai mérkőzésről lévén szó, mindenképpen nyerni szeretnénk. A játékos állományban is történt változás, érkezett egy kölcsönjátékos Diósgyőrből, és van egy nagy visszatérő is. Igen, régóta folyik ez a tárgyalás sorozat. Ez is az, amit mondtam, hogy nem álltunk elő azzal, hogy mi még mindenképpen olyan neveket akarunk és olyan tudású játékosokat, de azért jeleztük, hogy nem fejeztük be az átigazolást. Egyébként mindkét játékos szerepelt Bene Ferenc kívánság listáján is, de a menedzsment és a tulajdonos úr egyetértésével a mi listánkon is első helyen szerepeltek. Régóta tudjuk, hogy a Marics nem sikerült a kazasztáni játék. Ugye hát más rendszerben, más stílusban, más futball kultúra, tehát az nem igazán fekszik mindenkinek, és szeretne hazajönni. Most arra sikerült a klubbal megegyeznie. Első útja hozzánk vezetett, tárgyaltunk, hiszen ezt megígérte, amikor elment, hogyha Magyarországra visszajön, akkor itt jól érezte magát. Gyakorlatilag ő bármikor kész, nyitott a tárgyalásokra, meg is egyezett vele a tulajdonos úr. Nagyon örülünk neki, ő egyébként holnap biztos nem fog játszani, mert a papírjai még nincsenek rendben, de a megállapodás megtörtént vele, tehát 3 évre leszerződtettük. Visszajön hozzánk, ő bizonyította azt, hogy ő egy góllövő csatár, bízunk benne, hogy amikor elkezd edzeni és játszani, akkor továbbra is ezt fogja bizonyítani. A Diósgyőrrel való kapcsolatfelvételkor derült ki, hogy ott a Yusuf Sekur játékára nem tart igényt Sisa úr. Mi örömmel vettük fel a kapcsolatot, mert azt gondoljuk, hogy egy kiváló képességű labdarúgó,
látszik is a mozgásán, az edzésen egy igazi profi labdarúgóról van szó, és hát magasabb szintű futballt képvisel, mint amihez mi szokva vagyunk. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ővele mindenképpen erősödött akár a védekezésünk, akár a középpályás játékunk. A csapat nagyon szeretett volna bizonyítani a szurkolóknak, melyre hétvégén a Kaposvár ellen kínálkozott lehetőség. Tóth. Lágyan be középre, Szeje, két ember között Szeje, de hát nagyon-nagyon magányos. Most már nem annyira, Quintero, Szeje, rá tud fordulni, remek lövés, és mekkora gólt lőtt Szeje. Hát rá tudott fordulni. A 43. percben ez valami elképesztő módon eltalálta. Hajduk is csodálkozik rajta, hogy ilyen nincs. Hát oda felragasztotta, ahova a pókok szoktak hálót szőni. Hát ez fantasztikus gól volt. Hát méltán ünnepelteti önmagát, és dobál puszit a közönség soraiba Szeje. Még most sem hiszi el Lubos Hajdu. Quintero, Szeje, itt meg háttal a kapunak, aztán gondol egyet, ráfordul, ballal rálövi, és kiköt a labda végül is a jobb fölsőben. Zámbó mellett tekerte el. Hát ennél pontosabban nem lehetett volna kilőni a hosszú fölsőt, jobb fölsőt. Hát ez azt hiszem, hogy méltán pályázhat a Bólincs Tibi rovatba. Ugye most még a bajnokság elején, a 6. fordulóban annyira nagy pontkülönbségek nem tudnak kialakulni a csapatok között, de közben nézzük ezt a lehetőséget, ott a második. Maróti a gólszerző. A 3. percben, a 2. félidőben kitűnő labda, Maróti pedig jön lendületből, Lubos Hajduk pedig pipa. Góllal zárta az első félidőt a Lombard Pápa, góllal nyitotta a 2. játékrészt a hazai együttes, és így most már 2 góla különbség a két csapat között. Remekül jött a támadással fel Bruckner László egykori tanítványa, Maróti Béla. Szeje most nem gólt lő, hanem ad egy gólpaszt. És hát nem állt ott a helyzet magaslatán Bojan Pavlovic sem, mert egy picit későn indul, és ráadásul nem a labdát kapó játékos irányába megy, hanem nem is tudom, milyen területen mozog. Nagyon szépen lőtt el a kapus mellett a labdát Maróti. A 2. félidőben Maróti gólja, itt pedig Szekúr gólja. 3-0, ez már természetesen az élőkép volt. Ez is nagyon szép játék után alakult ki, és Szekúr új csapatában góllal mutatkozik be, hiszen, mint említettem, ő a Diós Györgytől került ide kölcsönbe. Ez kitűnő bemutatkozás Szekúr számára. Szejének nem jó, Szekúrnak viszont annál jobb volt. Kővé dermedten állt a kapujába Lubos Hajduk. Quintero csinálja meg itt a cselt. És hát ezt nem lehetett védeni. Közvetlen közelről jött. Nagy erővel a fejes. Ott a 3. pápai gól. A mérkőzés után a klub hivatalos honlapján jelentette be, hogy Bene Ferenc helyét az alakulat korábbi trénere Zsivócki Gyula veszi át, aki a szerdai ligakupa találkozón már helyet foglal a kispadon. Az MB3-as bajnokság 3. fordulójában a Lombard 2 Moson Magyaróvárt látta vendégül. A fiatal pápai csapat a múlt héthez hasonlóan a 3 pont begyűjtésében reménykedett, ez azonban nem tűnt könnyű feladatnak. A múlt héthez hasonlóan ezúttal is jól kezdett a hazai csapat, a 15. percben Horváth lőtt kevéssel mellé. A 36. percben Király passzát Horváth Csaba váltotta gólra, a fiatal játékos 3. találata volt ez az idei bajnokságban. Szünet után a Lombard 2 2 alapemberét is elveszítette, a 60. percben Gröber Bencét, a 62. Horváth Tamást kellett kényszerűségből lecserélni. A 76. percben megfogyatkoztak a miaink, miután a játékvezetőre tett sértő megjegyzés miatt Kovács Gergely kiállította Horváth Csabát. 10 emberrel rohamozták a hazaiak kapuját a vendégek, ám támadásaik nem hoztak eredményt. A 3 pont a találkozó hajrájában Kovács öngóljával dőlt el. Hát nagyon nehéz ellenfélnek ígérkezett azért, ezek a múlt héten a Csornát megverték 2-1-re.
ráadásul úgy, hogy azért az nagyobb különbségű győzelem is lehetett. Fölkészültünk belőlük, kétféle variációra készültünk föl, amit ők játszani szoktak. Hála Istennek ebből ők a nekünk kedvezőbbet választották, és erre mi nagyon jól reagáltunk. Gyakorlatilag az ellenfelünknek sansza nem volt góllövésre, esélyesen volt. Nekünk ezen kívül még voltak lehetőségeink, és hát főleg ahogy alakult a mérkőzés, úgy a gyerekek minden dicséretet megérdemelnek. Azt gondolom, hogy ellentétes fél idő volt, hiszen az elsőben mi domináltunk, aztán a másodikban ugye többek között a kiállítás miatt is inkább a védekezésre helyezték hangsúlyt. Két meghatározó játékosom, őspápai gyerek mind a kettő, a Gröber Bence és a Horváth Tomi, kihajtották magukat, és ebbe a kánikulába a műfűvön rosszul lettek a második fél időben, mind a ketten le kellett őket cserélni, nem is tudom, mi van velük. Mind a kettőt le kellett cserélni, tehát a csapatomnak a két oszlopa esett ki. Az más kérdés, hogy két nagyon fiatal, 17 éves fiú állt be helyettük, és ezért estünk vissza, megmondom őszintén, tehát azért a középpályáról ez a két ember kiesett, a szédelektek a pályára, le kellett őket hozni, mert attól tartottam, hogy valami komolyabb probléma történik velük, és ezért estünk vissza, mert onnan ez a két láncem kiesett, azért az nagyon fontos volt. Hát függetlenül attól a gyerekek oda tették magukat, de hát ők nyilván azért fiatalabbak önállók egyrészt, másrészt meg nincs még olyan tapasztalat mögöttük. Volt a hazai oldalon egy kiállítás is, mi történt? Ez egyszerűen nevetséges. Tehát amit a játékvezetők műveltek ezen a mérkőzésen, ez a szereplési vágytól hajtott tevékenység, amit műveltek. A dr. Szabó Péter a partjelző, ő egy nagyon neves játékvezető Magyarországon, gardíroz ezeket a fiatal játékvezetőket, és ő úgy érzi, hogy neki a partjelző pozícióból nem szolgálni kell a játékvezetőt, hanem a játékvezetőt befolyásolni, és ő hoz ítéleteket. Tehát de ez nem az első mérkőzésünk, a Csornától így kaptunk ki, ő intett be 11-est, ő tehát elképesztő módon befolyásolja ezeket a fiatal játékvezetőket. Az történt, hogy egy kontrát vittünk, a Horváth Csabi zicserbe lépett volna ki az ellenfél kapuja, és a játékvezető, egy játékosunk feküdt a földön, és visszafújta, a zicserbe kifutó játékosunkat visszafújta, és a Csabi tett egy megjegyzést, egy ilyen szlenget elengedett. Erre a partjelző odahívta magához a játékvezetőt, hogy szerinte ez piros lap nekét. Szóval nem is, minősíthetetlen. Mennyire befolyásolhatja ez a következő mérkőzést, ugye Horváth Csaba akkor azon a mérkőzésen nem játszhat, az a Horváth Csaba, aki rendkívül jó formában van idén. Hát egyrészt jó formában van, másrészt rúgott három gólt az eddigi három fordulóban, az egyik góllövő emberem, de meg fogjuk oldani, fogja helyette játszani más. Itt látszik, hogy azok a gyerekek, akik két-három éve végzik ezt a munkát, meg azért figyelünk rájuk és fejlesztjük őket, azért beállva felnőttek közé, nagyon rutinos NB1-et megjárt játékosok közé beállva is hely tudnak járni, hogyha normálisan edzenek meg teszik a dolgukat. Az más kérdés, hogy Csabi borzasztóan fog hiányozni, mert Dorogra megyünk jövő héten, ami nem érkezik sétagalopnak. Tavaly a Duna csoportnak a második helyén végeztek, egy kifejezetten jó csapat, de hát nem ijedünk, mi meg senkitől megyünk, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tudom, mással volt, van helyette más, lehet, hogy nem pillanatnyi formája alapján nem az a szint, mint a Csabi, de az az igazság, hogy vannak olyan mérkőzések, és ha játékosok is megismerik úgy a játékvezetőket, mint ahogy én már ismerem őket, vannak olyan mérkőzések, amikor a játékosoknak kérdezni sem szabad, még az sem szabad, hogy levegőt vegyenek, mert egyszerűen olyan szereplési vágya van a játékvezetőnek, hogy minden szíre szóra, apró pitiánel dolgokért szórja a lapokat, meg állít ki. Hozzáteszem, életemben egyszer voltam kiállítva, ez a játékvezető állított ki egy NB3-as bajnoki mérkőzésen, mikor nyertünk. Annyit kérdeztem meg tőle, és nem volt falt. 60 méter sprintelt oda hozzá, és te általán is jelenetek között kiállított a kis padról. Tehát ezt lehet, hogy én vagyok a hibás, ezt nem mondtam el a gyerekeknek a mérkőzés előtt, elképzelhető. Nagyon bosszant a dolog, legjobb góllövő megadott támadó játékosomat veszítettem, de meg fogjuk oldani ezt is. A lefújást követően Horváth Tamás és Gröber Bence is teljes kivizsgáláson esett át, mely során kiderült, a műfű és az időjárás okozta megterhelés miatt mindketten hőgutát kaptak. Mindkét labdarúgót szerencsére hazengedték, így otthon pihenhetik ki a fáradalmakat. Hagyományosan Hévízen rendezi meg a Coco Gym KSN nyári edzőtáborát. Idén sem volt ez másképp, az Egyesület Pápai és Győri szakosztálya a testvérklubokkal kiegészülve a kikapcsolódás mellett napi két edzést tartott. Évről évre bővül a résztvevők létszáma a hévízi táborban, idén közel 100-an vettek részt az edzéseken. Az edzőtábort követően Dunaföldváron és Esztergomban szerepeltek a versenyzők, jelenleg pedig javában készülnek a Dunaharasztiban rendezendő gálára.
Napi két edzésre dolgozunk lenn, egy sportcsarnokot bélünk, úgyhogy van reggeli és esti edzés. Minden edzés más edző tart, hiszen szokásosan meghívtam a testvérkluboknak az edzőit, illetve magát a klubot, hogy vegyenek részt az edzőtáboron. Ennek köszönhetően minden évben egyre bővülő létszámmal dolgozunk. Idén elértük a 80 főt, úgyhogy nagyon örültem ennek a létszámnak, plusz még a keszélyek ugye ehhez csatlakoztak napi szinten, ők nem alszanak benne a táborba, hanem az edzéseinket látogatják, tehát edzésenként azért egy 100 főt számlált a társaság, úgyhogy nagyon büszke vagyok, hogy ilyen kis közösséget sikerült kialakítanom, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy minden évben egyre többen vagyunk, és keresik ezt a lehetőséget a gyerekek, hiszen több edzőtől tudnak tanulni egy héten keresztül. Átvesszük egymás technikáit, egymástól ellessük azokat a kis fortélyokat, amit esetleg más edző máshogy mutat, úgyhogy edzőknek is hasznos, nem csak a gyerekeknek. Ennek lehet pozitív vetülete majd a szezonban is? Biztos vagyok benne, hogy van. Hát egyrészt már versenyekre úgy érkezünk meg, hogyha ott vannak a más klubok, hogy örömmel jönnek a gyerekek, és felidézik az új emléket, illetve hát egymásnak szurkolva vagyunk jelen ezeken a versenyeken. Ugye most is voltunk Dunaföldváron egy meghívásos gálán, ahol szintén részt vett a Győri Kokogym, illetve a Pápai, részt vett a Tatabányai Megatek, úgyhogy ott közösen igazából egy hét telt el az edzőtábor után, úgyhogy nagyjából úgy működtünk mindegy csapat, együtt melegítettek a gyerekek, segítették egymást. Persze vannak olyan versenyek is, ahol ellenfélként fogunk egymásra találkozni, de hát ez csak a ringben, abban a pár percben van így, azon kívül barátként viszonyulunk egymáshoz. Hogy sikerült a gála? Gála jól sikerült. Igazából két vesztes egy meccse, egy győztes meccsel tértünk haza. Meszlényi Gábor, óvári tanítványom, ő hozta a kötelező mérkőzés. Igaz, hogy két éve nem volt mérkőzése, és ez azért meglátszott a teljesítményen, de hát sikerre vettük az akadályt, ez a lényeg. A másik két versenyzőnk a Balatoni Gyula, pápai 16 éves srácom, ő élete első mérkőzését játszotta, úgyhogy igazából nagy elvárásom nem is volt felé. Tényleg azt mondom, hogy aranyos volt, nagyon elment a kondia, és hát könyörgött, hogy ügyem le a ringből, de hát én szigorú edző lévén ezt nem engedtem meg. Úgyhogy egy Gyuszika is túl van élet első meccsén, hát egy 5-6 mérkőzéses idősebb felnőtt versenyzővel játszott, aki hát technikailag nem egy virtuóz, de magában a meccsrutinban azért sikerült a Gyula fölé kerekedni, úgyhogy így elvesztettük ezt a mérkőzést, de én abszolút nem vagyok elégedetlenül, mindenki adott magából, amit tudott. A közönségnek is nagyon tetszett a lelkesedése, úgyhogy ez egy jó mérkőzés volt. A Boris Gergő győri MMA-s tanítványom pedig egy magasan kvalifikált kempussal játszott MMA mérkőzést. Minden edző nyilatkozata szerint ez a mérkőzés bárhol megállta volna a helyét, akár még a Pap László sportarénában és a Nagy K1-en, úgyhogy ott is lesznek MMA mérkőzések. Hát azt tudni kell, hogy a Gergőnek negyedik meccse volt, ennek a srácnak pedig világkupa győzelmei, illetve sokszoros magyar bajnoki helyezésé vannak. Úgyhogy hát ezt a mérkőzést elvesztettük, igazából MMA-ban benne van egy rossz mozdulat, egy folytásba belefordult a Gergő. Van még mit rutinba fejlődni, de tényleg azt mondom, hogy óriási mérkőzés vívott, úgyhogy én elegedett vagyok. Az őszre milyen tervek vannak? Az őszre vonatkozóan ugye megvolt ez a Dunaföldvári versenyünk, most megyünk majd Dunaharasztiba szeptember 15-én, ahol egy MMA és Kempó verseny lesz, tehát lesz amatőr profi MMA mérkőzés, illetve lesz profi Kempó mérkőzés, amiről annyit kell tudni, hogy végülis ugyanaz, mint a tájbox, csak nagy kesztyűbe játsszák, de van földharc is, tehát egy karfeszítés, folytást, lábfeszítést azért nagy kesztyűvel is meg lehet csinálni, úgyhogy ez a különbség a kettő között. Lesz ilyen szabályrendszer is, hát ide most a Molnár Károly és Kerecsényi Gergő tanítványom megy Pápáról, illetve Győrből az Eklaci és a Bólis Gergő fog egy 8-as tornában 85 kilóba megmérkőzni. Ezután a verseny után Esztergomba kaptunk meghívást egy profi K1 gálára, amit szintén kempósok rendeznek, csak K1 szabályrendszerben, és oda pedig 4 srácra fog menni, ugye a Kocsis Rajmond ifibe fog fellépni, a Gergő
Karesz, majd meglátjuk, hogy sérülések esetleg az előző versenyen lesznek-e, illetve a Máténak, a Robotka Máténak lesz ott egy K1-es főmérkőzése. Úgyhogy aki most egy kis sérülésre bajlódik a térdével, hát remélem, hogy eljutunk kezdeni lassan alapozni, és akkor megfelelő eredmény születik a gólnál. Maradva, illetve zárásként a pápai szakosztálynál, összeindulnak új csoportok? Igen, ugye most kezdődik az iskolaszezon, hát ugye ez minden ősszel így szokott lenni, hogy ez dömping. Ennek hatására ugye nyáron voltak összevonások itt a csoportok között a kevesebb létszám miatt, ezért visszaállítjuk a gyerekcsoportot, illetve hát úgy próbálom átszervezni az egészet, hogy a nagyon piciknek egy külön órát tartani, mert voltak azért a gyerekcsoportban 12 évesek is, akik méretüknél fogva már elmennek a kezdőedzésbe, viszont voltak 5-6-7 évesek, akik meg nagyon picik, és ugye nem tudtam párosítani az a versenyzőket, és ezért elindítjuk a pici gyerekcsoportot, úgyhogy szeretettel várunk minden olyan kis apróságot, aki szeretne megismerkedni a küzdősport alapokkal. Ugye itt lesz thaibox, kickbox alap, egy kicsi MMA is, hagy birkózzanak, hagy fáradjanak el, tehát a szülőknek nem kell félni, hogy agyon fogják egymást ütni. Úgyhogy a piciknek lesz ez a foglalkozás hétfőn, szerdán 5:30-7-ig. Illetve hát nagyon sok hölgy keresett meg, önvédelmi jelleggel szeretnének küzdősportot tanulni, de magát a küzdelmet, kesztyűs küzdelmet annyira nem kívánják, úgyhogy a számukra indítunk egy csoportot, ami nagyjából ilyen fitness alapokon fog működni, de párnán egymáson megtanulok ütni, rúgni, amit talán az utcán is, hogyha bajba kerülnek, tudnak használni, tehát egy kicsit ilyen fitness és önvédelmi jelleggel fog ez a csoport működni, ez pedig hétfőn, szerdán este 7:30-9-ig tartjuk, úgyhogy ezt a két csoportot indítjuk be a már meglévő versenyző és kezdőedzés mellé. Augusztus végén Losoncon vendégeskedtek a pápai ese atlétái és a Bakon Judo Klub judokái. A pápai delegáció ismét sikeres volt, versenyzőink halmozták a jobbnál jobb eredményeket. Augusztus 23 és 25 közötti már 19. alkalommal rendezte meg Losonc városa a Nemzetközi Ifjúsági Sport találkozót. Testvérvárosunkban 8 edző vezérletével 39 sportoló utazott el, akik asztali tenisz, judo, atlétika és tenisportágakban mérték összetudásukat. A Bakon Judo Klub versenyzői közül 12-en léptek tatamira. Plusz 100 kg-ban Jó Ákos arangsor élén végzett, Vida Gergő, Deák Alex, Székely Mária és Laman Brigitta második, Bokor Barna, Sági Dániel, Pákozdi Bence, Vég Ninett és Vörös Seron harmadik, míg Major László negyedik helynek örülhetett. Elég jó sikerült. Az a helyzet, hogy akik jöttek versenyzők velünk, ők nekik ez a nyári felkészítés ez arról szólt, hogy egy szinten tartó edzést tartsunk, tehát nem arról szólt, hogy versenyidőszakot kezdjünk meg vele, hanem csak egy szinten tartás. Tehát az a helyzet, hogy az ellenfelek, illetve a losonci, illetve a ribaszombati versenyzők, akik jöttek, egy kicsit erősnek bizonyultak. Hát ők egy kicsit komolyabban vették ezt a versenyzést, bár baráti dologról szólt az egész, de hát egy kicsit erősnek bizonyult, de úgy gondolom, hogy azért a srácok egy kicsit, meg a lányaink egy kicsit azért egész ügyesen vitték a dolgot, úgyhogy egész komolyan ellenálltak azért a támadásoknak, illetve magának ennek a versenyzésnek. Az a helyzet, hogy azok, akik velünk voltak a lányoknál, úgy vettük észre, hogy az ellenfelei, őnekik a minősítettebb, magasabb minősítésű versenyzőket kaptunk rimaszombati részről. Losonci részről is elég erősek voltak, de maguk a srácok, ők egy kicsit azért jobban vitték ezt a dolgot, tehát ők már rutinosabbak is voltak a versenyzésben, persze nem mindenki, úgyhogy őnek is azért a versenyzés most egy kicsit erős volt. De annak ellenére, hogy ilyen erős volt az ellenfél, elég jó helyezéseket kaptunk. Végül is az a helyzet, hogy nem is voltak sokan nagyon a súlycsoportonként, olyan 3-4 fős versenyzők álltunk fel, tehát egy súlycsoportba, úgyhogy elég gyorsan le is zajlottak ezek a versenyek, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy akik versenyként kint voltunk Losoncon, majdnem az első között végeztünk a versennyel, ugyanis ez egy baráti összejövetelről szólt az egész, egy jövőbeli
barátságról is szólt a dolog, ugyanis jöttek új edzők is, és nagyon sok, nagyon jó baráti viszonyt ápoltunk, és ápolunk a következő részben is ezekkel az edzőkkel, úgyhogy meg vagyunk elégedve velük egyébként. Kiemelném talán a Jó Ákost, az igaz, hogy már nem nálunk versenyzik, de annak ellenére hozzánk szokott jönni ilyen esetben, amikor megyünk versenyre, mi ilyen baráti mérkőzésre szoktunk menni, el szokott azért hozzánk jönni. Pesten versenyzik most már, az a helyzet, hogy mivel a mi gyermekünk, tehát azért szeretnénk azért továbbra is a méhnek érezni, és vinni magunkat tovább ilyen kis baráti mérkőzésekre. Kiemelni még a Székely Máriát, az ő súlycsoportjában igaz, hogy ketten voltak, de az a helyzet, hogy a Márikának volt nemrég egy sérülése, egy csukló sérülése, törése volt, és még nem 100%-on épült fel belőle, de persze a rutin azért benne van rendesen a lányba, úgyhogy ügyeskedett ő is. A rutin azért dominált nála is. Jövő héten pedig gőzerővel megkezdődnek az edzések. Mit kell tudni erről, aki esetleg kedvet kapna ehhez a sporthoz, az hol ér el titeket? Hát most fogunk átmenni egy másik terembe. Eddig voltunk a Tür gimnáziumba, most át fogunk menni a református gimnáziumba, ott fogjuk tartani a kis terembe az edzéseket. Hát egy kicsit most szűkös lesz a terem, de megpróbálunk azért mindent megtenni annak érdekében, hogy azért a versenyfelkészítések azért tovább is jók legyenek. Heti két edzésbe egyelőre, aztán meglátjuk, hogyha sikerülnek bizonyos koalíciók, illetve pénzszerzési lehetőségek másonnét, ez még egyelőre még tárgyalások alatt vannak, akkor valószínűleg háti háromszor két órai edzést tudunk akkor bevállalni. Kellene, ugyanis az átlagos versenyzés az mindenképpen több a szakosztályoknál, hát mi egy kicsit le vagyunk ezzel maradva, de attól függetlenül elég jó eredményeink vannak ebbe az évbe is, úgyhogy 9 darab első 5 helyezésünk van, tehát minősített helyezésünk van, ami még mondhatjuk azt, hogy az elmúlt években ilyen még nem volt. Most egy kicsit beléptünk a versenyzés keretbe, úgyhogy az országos keretben is, az országos minősítésben is elég jó helyen állunk, 50 környékén a rangsorban. És ha jól tudom, akkor gőzerővel készültök most már a sportág választóra is, ami két hét múlva várható. Igen, hogyha a sportág választó, most lett volna versenyünk egyébként, de most úgy vettük észre, hogy a sportág választó fontosabb ennél. Lett volna Bécsben egy versenyünk, egy Open, de hát úgy érezzük, hogy ez fontosabb ennél, ez a megnyilvánulás. Lesz még versenyünk úgyis ebbe az évbe, elég sok, tehát most megkezdődnek az országos versenyek. Magára a sportág választóra úgy készülünk, hogy hozni fogunk magunkkal egy VIP vendéget, ez majd akkor fog kiderülni, hogy kicsoda. Ez pénteken délután 2-3-ig fog majd ez a kis esemény megtörténni, úgyhogy egy prominens személyiséggel fogunk majd előállni, ez meg egyelőre nem titok, csak hát próbáljuk biztosra venni a dolgot, úgyhogy reméljük, hogy össze fog jönni ez a kis találkozó. Atlétáink is részt vettek a versenyen, és remek eredményeket értek el. Szinte minden versenyszámba győzni tudtunk, amiben elindultunk. Viszonylag gyenge ellenfelek voltak a losonciak. Nem tudtak erősebbeket kiállítani, még nem kezdődte az iskola. Mondom, nem jöttek vissza azok a gyerekek, akik itt Pápán is itt voltak júniusban. És így nem volt nehéz dolgunk. Ami nagy pozitívum volt, amellett, hogy győzni tudtunk, meg helyezéseket tudtunk elérni, hogy többen egyénisort futottak. Például 400 méteren 3 pápai fi indult csak, losonciak nem is hajtottak ki senkit se. Annak ellenére, hogy a versenykírást ők írták ki, és 400 métert vettek be a versenyprogramba, és ilyen nem volt indulójuk. Mi 3 fővel vettünk részt, és mind a 3-an egyénisort futottak. Tehát komolyra vették a versenyt, és tényleg nagyon eredményt értek el. Tóth Gyula, Horváth Gábor és Somogyi Dávid. 800 méteren Kis Gergő nyert könnyen, lazafutással, 2:01.9-el, és a 200 méter volt még futószám, ott nem volt indulónk, ott viszont ők tudtak így nyerni. A két váltóba 4x100 és 4x300 méteren, a 4x100-as váltót azt egy orrhozta elveszítettük, sajnos utolsó váltásunk az nem úgy jött ki, ahogyan kellett volna. De 4x300 viszont utca hosszal megnyertük.
a lányok versenyébe 100 méteren pápai győzelem volt Sánti Klóra révén, 400 méteren szintén pápai győzelem volt Marton Viktória révén, 800 méteren is mi nyertünk, pedig Vajda Alexa volt a leggyorsabb. A váltóknál ugyanaz volt a helyzet, mint a fiúknál. Mondja a különbsége, hogy a 400-as váltót azt bücsülettel elveszítették a lányok, viszont a 400-300-at azt szintén nyerték jelentős különbséggel. Súlylökés volt még a versenyprogramban, ott a fiúknál nem volt indulónk, a lányoknál Süsszesein Jennifer nyert 9,98 m eredménnyel. Távugrásban volt még indulónk fiúknál és lányoknál is, ott második, illetve harmadik helyezéseket tudtunk elérni. A Pápai Egyesített Labdarúgó Klub U18-as és U16-os csapatai Pécs legjobbjait fogadták péntek délután. Marton Miklós csapata győzelmet ünnepelhetett, míg Radó Péterék sajnos pont nélkül maradtak. Az U18-as kiemelt bajnokság nyitó fordulójában a pápai csapat 3-1-es vereséget szenvedett a Debrecentől, így a Pécs elleni hazai derbin szerettek volna javítani Marton Miklós fiai. A jó erőkből álló vendégek ugyan domináltak a találkozón, de a 93. percben Iványi Martin góljával 2-1-re győztek a pápaiak. Megpróbáltunk mindent gyakorolni, amit tudtunk. Ebben erőléti dolgok is voltak, és taktikai dolgok is. Hát még mindig nem vagyunk azon a szinten, mint például a mai ellenfelünk a Pécs is. Ez meglátszott a mérkőzésen is, hogy ők technikailag sokkal képzettebb csapat volt. Futógyorsaságban nem tudtuk felvenni velük a versenyt, talán egy-két játékosom tudta felvenni a versenyt. De gratulálok a csapatomnak, mert végig úgymond megpróbálták azt játszani, amit megbeszéltünk, és ennek, hála Istennek, egy kis szerencsével is, de győzelem lett a vége. Most ugye jövő héten, 3 napon belül két nehéznek tűnő mérkőzés ígérkezik az MTK, illetve a Győr ellen is pályára léptek, egyszer idegenben is, egyszer idehaza. Hát nekünk mindegyik meccsünk nehéz lesz, sajnos. Hát nem szeretem ezeket a két meccseket egy héten, sőt így már majdnem 3 lesz. Nekünk egy meccs is egy héten nagyon nehéz, és hogy Győr, MTK, mindegyik jobb csapat nálunk, és ha nem tudjuk kipihenni a mérkőzés után magunkat, akkor az egyiken lehet, hogy nagyon belefutunk valamibe. Bár azért azt el kell mondani, hogy nagyon hősiesen, illetve talán már az utolsó utáni erőtartalékokat is mozgósították a fiúk a mérkőzés végén. Én is úgy gondolom, hogy ők mindent megtettek azért, hogy jó eredményt érjenek el ma, de hát képességeink nem annyira jók, mint az ellenfeleinknek, de hála Isten ma akaratba felülmúltuk a Pécset. Hát azért ma mindenki itt van, meggyógyultak a sérülteink is, tudtunk két edzőmérkőzést játszani ebbe a két hétben, ami rá is fért a csapatra is, talán említettem a Pécs, vagy a Debrecen meccs után, hogy nem sikerült edzőmeccset játszani, ezzel a kettővel próbáltuk pótolni, meglátjuk, hogy mi lesz elég, nem egy rossz ellenféllel találkozunk, tegnap előtt megverték az Etót 2-1-re, tehát várhatóan azért ismételten inkább a védekezésre kell koncentrálni. Ugye tavaly is ezzel a csapattal egy bajnokságban voltatok, az U15-ös kiemelt bajnokságban két szoros mérkőzés volt ősszel is, illetve tavasszal is. Ha jól emlékszem, akkor tavasszal 1-0-ra kaptatok ki. Igen, az a mérkőzés nekünk is állt, kapufát rúgtunk, két zicsert kihagytunk, bár azt hozzá kell tenni, hogy akkor a Spartacus pályán játszottunk egy elég mély talajon, ami azért a Pécs azért dominált a mérkőzésen az összkép alapján, de a játékokat nagy mértékben elrontotta a pálya talaja. Illetve azóta 5 erősítést végrehajtottak, tehát nem ugyanazzal a csapattal fogunk találkozni, hanem várhatóan erősebb csapattal, de hát igazából magunkkal kell törődni, ez meglátjuk majd mérkőzésen mennyire fog kijönni, illetve számítani. Mennyire jelenthet az nektek előnyt esetleg, vagy esetleg hátrányt, hogy két nappal ezelőtt ők mérkőzést játszottak? Hát igen, talán én is arra gondoltam, vagy gondolok, hogy azért az 5 órási utazás, illetve a tegnap előtti mérkőzés, ráadásul, hogy említettem, hogy az Etót megverték 2-1-re, már pedig azért nem könnyű csak az Etót csak úgy megverni, hogy talán fáradtabb állapotban, hosszú utazás után lesznek.
Nem tudom. Én magunkról tudjuk, hogy azért ez mennyit számít. Mi jövő héten ugyanebben a helyzetben fogunk lenni, amikor az Eto ellen szerdán játszunk, pénteken pedig itt van az MTK ellen. Mondom, ezt tavasszal is mi is tapasztaltuk. Elég nehéz játszani két napra rá ugyanolyan minőségben mérkőzést. Mennyire kellett lelkileg felhozni a fiúkat a Debrecen elleni súlyos zakó után? Próbáltuk a tompítani a negatív dolgokat, tehát mondom még egyszer, az edzőmérkőzés nem tudtunk játszani. Az, hogy azért nem volt teljes a nyár, a nyaralás véget, azért nem teljes létszámba tudtunk edzeni. Ezek talán most már azért helyre fognak állni az iskola miatt, illetve most azért az elmúlt két hétben is ez helyre állt. Hát igazából azt mondtam a csapatnak, hogy az veszett el azon a mérkőzésen egy picit, ami erényünk volt a tavasszalomban, tehát hogy végig küzdöttünk, nagyon senki nem vert minket tavasszal, ezen a mérkőzésen, vagy azon a mérkőzésen, a Debrecenen mérkőzésen sajnos a végén azért az akaratba pár játékos feladta, ez nem volt ránk jellemző tavasszal, épp ezért nem tudtak minket szó szerint agyonverni, tehát mondjuk egy az MTK vagy egy Honvéden 3 és csak 4-0 kaptunk ki. Az egyértelműen a küzdésünk zakaratnak az eredménye volt tavasszal. Ez most Debrecenen nem volt meg, hát remélhetőleg újra ez lesz, és akkor nem lesz olyan nagy probléma. Bár magamat egy kicsit javítanom kell, hogy amikor kérdeztél a szezon előtt, akkor ugye, hogy milyen erősségű bajnokság lesz, most már azért lehet látni, hogy ez erősebb bajnokság, mint a tavalyiban. Hiába találkozunk relatív ugyanazokkal a csapatokkal, a három gyenge csapat, akit meg tudtunk tavasszal verni, kiment, és helyükre Ferencváros, Debrecen, Diósgyőr, ilyen csapatok jöttek, tehát azért erősebb bajnokságban leszünk, azért ez is meghatározza. Főleg itt a szezon első felét, hogy szó szerint ismételten föl kell vennünk a még keményebb ritmusát a bajnokságnak. És ugye azt még meg kell említeni, hogy talán az is előnye a csapatnak, hogy pozitív impulzusok érték itt a mérkőzés előtt, hiszen a 95-ös korosztály 93. percben nyerte meg, még a Pécsék ugye vereséget szenvedtek, talán ebből is erőt meríthetnek a fiúk. Hát igen, ez egyértelműen a innen is gratulálok a 95-ös korosztálynak, egyértelműen a küzdésüknek köszönhető, volt hiszen kívül is lehetett látni, hogy azért erőben, sőt, talán mindenben azért egy picit jobb volt a Pécs, az utolsó 15-20 perc azért elfáradt a csapat, de tényleg halatlan küzdésnek köszönhetően megnyerték a mérkőzést. Ennyit jelent a futball az, hogyha akaratba és küzdésbe tényleg oda teszi magát egy csapat, eredményben is meg tud mutatkozni. A pápai együttes végül 5-0-ás vereséget szenvedett. Szeptember beköszöntével megkezdődtek az edzések a Glif KS-nél. A klubnál készülnek a versenyszezonra, valamint idén ünnepli 30. évfordulóját a Karate Pápán. A nyári pihenőt követően újra megkezdődik a kemény munka a Határ utcai edzőteremben. A klub a versenyszezon mellett a nagy sportág választóra is készül, október 13-án pedig 30. évfordulóját ünnepli a Karate Pápán. Azt lehet tudni, hogy ugyanúgy, mint tavaly, ugyanazokban az időkben fogjuk tartani az edzéseket, ugyanolyan csoportoknak. Most, hogy az iskola elkezdődik, tehát a héten már el is kezdődnek az edzések. Egy picit át kell szerveznünk azért így belsőleg a dolgokat, mert úgy tűnik, hogy nagyon szétvált a gyerekeknek a tudása és a felnőtteké is, tehát egy kicsit specifikusabban kell edzeni. Most a két csoport van, de a két csoporton belül is még szét kell osztanunk ketté-ketté valószínűleg az edzéseket, mert úgy tűnik, hogy azok, akik már haladóbbak és több versenyen is voltak, és azért most már 2-3 éve karatéznak, azok nagyobb tudással bírnak, és nekik az az edzés adag, és az az edzés minőség kevés, amit esetleg egy kezdő, vagy aki tavaly volt kezdő, karatékának megfelel. Tehát ezért edzéseken belül is bontanunk kell, de maga az időpontok jelen pillanatban még úgy tervezik, hogy nem változnak. Sportágválasztóra külön valamivel készültek? Sportágválasztóra, hát hasonló módon, mint tavaly, egy ilyen rövidke bemutatóval készülünk, illetve hát ott leszünk ugye két napon keresztül, mint ahogy a többiek, és hát lesz ott szórólap, ilyesmi. Tehát akit érdekel ez a sportág, az meg fog minket találni. Reméljük, hogy idén is lesz egy-két jelentkező onnan is, mert tavaly is volt egy vagy két érdeklődő, aki azóta is karatézik. Kiket váltok?
Nagyon szét tagolódott az edzés olyan szinten, olyan téren, hogy gyermek edzések és felnőtt edzések, és hát ugyanúgy várjuk a felnőtteket is, mint a gyermekeket. Felnőttek kevesebb a jelentkezési szám, de kisebb a lemorzsolódás, és általában ott egy stabil létszám van. Ott már vannak esténként boxedzések is, illetve hát maga a tradicionális, illetve a küzdelem oktatás és a karate. A gyermekeknél pedig hát továbbra is várjuk azokat a nagy számmal, azokat a karatézni, mozogni vágyó gyermekeket, akik idén olyan 5-6 éves kort, inkább 6 éves kortól, de persze lehet idősebbek, jöhetnek idősebbek is. Minket szeretettel várjuk, és a karate edzéseken kívül esténként még vannak úgynevezett TRX edzés, az ilyen kondicionáló, erőálló képességfejlesztő edzés, illetve vannak jóga foglalkozások is. Ezeknek az időpontját pontosan a hónapunkon meg lehet nézni, mert ezeknek az időpontja időnként változik. Valamint vannak még boxedzések a felnőttek számára, ezt a Sinkó Attila tartja, aki ő maga képzi magát, és jár át boxolóedzésekre már régóta, és úgy tűnik, hogy beváltak ezek az edzések, szeretik. Vannak, akik kimondottan csak boxedzésre járnak, ez szintén kondicionáló jellegű edzés, illetve megvannak a box sportágnak az alapjait, oktatja az Attila elmozgásokat, támadásokat. Szeretik általában, és egyre többen járnak ide is. Térünk vissza a karatéra. A gyerekek mennyire vannak így formában így az ősz elején? Milyen versenyek várhatók? Jelenleg, hát most vagy egy hónapja nem találkoztunk, mert az ugodi táborban ugye elköszöntünk egymástól. Volt egy-két edzés így a nyáron, amikor így külön fakultatív edzettünk, de igazából most pihentünk. Én bízom benne, hogy nagy hiányérzettel fognak jönni most az év kezdéskor. Tervezzük, hogy lesz valami rávezető jellegű verseny. Azt még nem tudjuk, hogy pontosan hol. Ugye januárban mi rendeztük itt Pápán, de vannak itt egy-két ilyen baráti klub, akik szoktunk ilyen versenyeket rendezni. Bízom benne, hogy most is felvállalja valaki, hogy még a tarjáni országos bajnokság előtt, ami október elején lesz, még sikerül esetleg egy ilyen rávezető versenyre elvinni azokat a gyerekeket, akik egyébként is versenyeznek, plusz azokat is, akik még nem versenyeztek, vagy még kevésbé ügyesek, és őket még esetleg nem vinnénk országos versenyre. 2012. esztendőben 30 éves a karate Pápán, és egy nagy ünnepséggel készültek, ha jól tudom. Igen, mert 1982-ben volt itt az első edzés október 15-én, és idén október 13-ára sikerült egy szombati napra megszerveznünk, hogy egy ilyen 30 éves jubileumi ünnepséget üljünk az Edvi Malomban. Ennek a rendezvénynek a szervezése még jelenleg is folyik. Egyelőre mindenféle csatornákon próbáljuk ezt tudatni a régi karatésokkal. Pontos nyilvántartás nem készült arról, hogy az elmúlt 30 évben hányan karatéztak itt Pápán, de szerintem több ezerre tehető ezeknek az embereknek a száma. Tehát bízunk benne, hogy minél többen értesülnek erről a jubileumi ünnepségről, akár csak egy-két hónapig jár, de úgy érzi, hogy itt a helye, vagy voltak, akik évekig, húzamosabb ideig jártak. Mindenkit szeretettel várunk. Tévén keresztül is szeretném kérni, hogy aki ezt látja, hallja, az adja tovább mindenkinek. Szeretném, hogyha minél többen eljönnének erre az eseményre, és egy méltó megünneplése lenne az a Kyokushin Karate 30 éves évfordulójának itt Pápán.